Ismét ágyúzták az ukrajnai Zaporizsjai atomerőművet csütörtökön. Ukrajna és Oroszország egymást hibáztatja a támadásért. Mindkét oldal közlése szerint 10 találat érte Európa legnagyobb atomerőművének irodáit és tűzoltóállomását. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója Rafael Grossi az ügynökséggel való együttműködésre szólította fel a feleket, és azt kérte, tegyék lehetővé, hogy az ügynökség emberei minél előbb bejuthassanak az atomerőmű területére. Továbbra is nagyon aggaszt a kialakult helyzet, a nukleáris biztonságot veszélyeztető katonai akciókat azonnal le kell állítani, mondta Grossi az ENSZ biztonsági tanácsának New York-i rendkívüli ülése után. Ukrajna és Oroszország továbbra is egymást vádolja. Vasily Nyemenzje orosz ENSZ nagykövet azt mondta New Yorkban, hogy ami az atomerőműben történik, az a kijevi rezsim által a nukleáris infrastruktúra és a kiszolgáló személyzet ellen elkövetett bűncselekmények kombinációja. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az 1986-os Csernobilihez hasonló katasztrófa veszélyére hívta fel a nemzetközi közösség figyelmét. Oroszországot terrorista államnak nevezte, amely túszként tartja fogva és zsarolásra használja a zaporizsjai atomerőművet. Az ENSZ főtitkára Antonio Guterres is azt mondta, hogy katasztrofális következményektől tart. Az Egyesült Államok pedig felszólította Oroszországot, hogy állítsa le katonai műveleteit az ukrán atomerőművekben és azok környékén.